Tied a dicsőség és imádat. Felemeljük kezeinket és dicsérjük szent nevet. Tied a dicsőség és imádat. Felemeljük kezeinket és dicsérjük szent nevet. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki. Tied a dicsőség és imádat. Felemeljük kezeinket és dicsérjük szent nevet. Tied a dicsőség és imádat. Felemeljük, emeld fel a kezed, dicsérjük együtt. Gyere, emeld föl. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, senki nem ér fel, veled senki nem ér fel. Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér a mindenség lábait előtt.
neked hódó földiség, minden rólad beszél, mondjuk hát, szent vagy, Úrunk, szent vagy, Úrunk, téged áldunk, és imádunk, kegyelmet rám talált, nincsen hasonló hozzád, téged áldunk, és imádunk, nincs más szerelmed, oly csodád. Fejed hajtja minden sír, lábaid előtt. Neked hódó föld és ég, minden rólad beszél, mondjuk hát, szent vagy, Úrunk, szent vagy, Úrunk, téged áldunk, és imádunk, kegyelmed rám talált, nincsen hasonló. Szólíts meg őt, szólíts meg őt. Élő Jézus, ő megváltó, drága főpap, az egyetlen pásztor, menjen földön, minden meghajó, minden élő, csak néked hódó. Szent vagy, szent vagy, és fenséges, örök Isten, a felkent a győztes. Angyal kórus, zengi himnuszát, méltó, méltó, méltó a bárány. Szent vagy, szent vagy, és fenséges, örök Isten, a felkent a győztes. Angyal
jelenléted, ébren is csak rólad álmodom, várok rád, s azt remélem, szerint hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rá, itt állok, megváltva te szent trónodnál. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Jelenléted, ébren is csak rólad álmodom, várok rád, és azt remélem, szelíd hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rád, itt állok, megváltva te szent. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Békesség. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsennél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Azt mondja az Isten igéje az Úr Jézus Krisztusról, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változott és nem változik meg. Nála még csak árnyék sincs. Az ő ereje, az ő hatalma, az ő kegyelme, irgalma, szeretete ugyanaz. Használjuk ki. És ha szükségben vagyunk, merjünk bátran oda menni hozzá, egyéni imádságban, vagy ha úgy érzed, hogy nem megy, kér segítséget, hallottuk a felhívást az imaórai buzdításban is,
ne menjünk el, anélkül, hogy az Isten áldása ne tudná betölteni életünket, hogy ne legyen teljes a mi örömünk. Ezt a lehetőséget éljük át, használjuk ki. Az Úr Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Ez sokkal több attól, mint amit kifejez ez a szó. Ebben benne van a testi épségünk, benne van a családi kapcsolataink, benne vannak az anyagi szükségünk, és minden. Jézus azért jött, hogy semmiben ne szenvedjünk szükséget, sem testiekben, sem lelkiekben, főleg nem az isteni szeretetben és bocsánatban, és az örök élet reménységében. Nagyon örültem, és nagyon felbuzdult a szívem a buzdító ígéken keresztül, a dicsőítésen keresztül, de hiszem, hogy a tietek is. Elengedjük a gyermekeinket, és kívánjuk Isten áldását rájuk, és hogy figyelmezzenek a tanítókra, és tanuljanak, rejtsék a szívükbe az Isten beszédét, mert úgy tudja megőrizni az ifjú, a gyermek az ő útját, azt mondja az Isten igéje, hogyha szívében rejti az ő beszédét. Megkérem szeretettel Jánosi Ferenc testvéremet, hogy jöjjön ide, és a gyülekezetet is egyben kérem, hogy álljunk fel, és imádkozni fogunk érte. Ő lesz most az Úr Jézus Krisztusnak a hangja. Ő fog szólni felénk. Kérjük az Urat, hogy áldja meg őt, tegye érthetővé, egyszerűvé, áldottá a Szent Lélek által. Urunk, magasztalunk és áldunk téged. Köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te beszédedet, amely élő és ható, és köszönjük a mi testvérünket. Kérünk téged a mennyekből, tekints ránk, vedd a te kezedbe testvérünket, áld meg őt, az ő értelmét, szívét, gondolatát, a te szellemednek az ereje hadd töltse be, és használd őt kedves eszközül, hogy felkészítsen bennünket arra a szolgálatra, amelyre elhívtál. A te fiadban, Jézus Krisztusban, atyánk. Amen. Keressük meg Isten igéjét, Lukács evangélium a 4. részéből fogom olvasni. Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet és mindazokat, akik nézik ezt a mai alkalmat. Lukács evangélium a 4. rész 14. versétől fogom olvasni az Isten igéjét. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretben ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínozottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Akkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem, de a József fia ez. Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyíts meg magad, amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég, és 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sereptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átment köztük, és eltávozott. Foglaljon helyet a gyülekezet. Egy különleges istentiszteletről olvastam. Jézus megjelenik ott, ahol őt legjobban ismerik,
de mégsem ismerik fel, hogy ki jött hozzájuk. Szeretnék egy pár gondolatot ma erről megosztani veletek, folytatva Réman Dániel lelkipásztor testvérünknek a gondolatát, amit múlt vasárnap hallhattunk, hogy Jézus bemerítkezik a Jordánban, és János meg kinyilvánítja róla, hogy íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. És utána azt olvassuk, hogy Jézushoz jönnek először Jánosnak a tanítványai, és utána később az Zebedeusnak a fiai, és egyre többen csatlakoznak Jézushoz. Erről hallhattunk a múlt alkalommal, és most ezt szeretném folytatni, hogy Jézus folytatja az ő szolgálatát. Még a szolgálatának az elején tart, de azt olvastam, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre egész környéken, mert tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Jézus a Szentlélek erejével tér vissza a pusztából. Mert mi történik ott a pusztában? Találkozik az ördöggel, és nem kevesebb személlyel van harca, mint az ördöggel magával. És azt mondja, hogy a lélek indítatására a pusztába tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Azt olvassuk, hogy három területen is megkísérti Jézust. Fizikai szükségletek területén kövekből csináljon kenyeret. A biztonsága területén, hogyha ő a messiás, akkor leveti magát a jeruzsálemi templomnak a párkányáról, és mindenki el fogja hinni, hogy itt a messiás, hát hisz így érkezik meg hozzánk a messiás, hogy le tud ugrani ilyen magas helyről, és mégsem történik semmi baja. És mondta neki az ördög, ígérte is, hogy megvan írva, hogy nem ütöd meg lábadat, és hogy az ő angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. És a harmadik terület, amiben megkísérti Jézust, fölviszi egy magas hegyre, és megmutatja neki a világ összes országát, hatalmát, és azt mondja, hogy mind ezt neked adom, hogyha leborulsz, és imádsz engem. És Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérts az Urat, a te Istenedet, és amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Mind a fizikai szükségletek területén, mind a biztonsága és a hírneve, mind a hatalom területén Jézus ezeket a kísértéseket sikeresen ment keresztül rajtuk. És azt mondja, hogy még a Jézustól is az ördög csak egy időre távozott el, és így érkezik meg a felolvasott ige szakaszban Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Valahogy úgy tanított, másik helyen azt olvassuk, hogy milyen beszéd ez, hatalommal és erővel tanít. Úgy, akinek hatalma van. És fogjuk majd látni, hogy ennek az erőnek, ennek a hatalomnak milyen megnyilvánulásai voltak. És ebben a helyzetben, hogy már az Isten jelenléte, az Isten ereje működik Jézus életén, már maga az Isten tesz róla bizonyságot, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, megérkezik saját lakókörnyezetébe, Názáretbe. Azt olvassuk Lukács evangélium a második rész 51-52-ben, miután a 12 éves Jézust megtalálják a templomban. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, engedelmeskedett nekik, atya mindezeket a szavakat megőrizte a szívébe, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus ott él Názáretben, és ott nevelkedik fel.
És azt gondolja ez a város, hogy ismeri Jézust. És amint ez a tanító körútja ahhoz a részhez ér, ahhoz a környékhez, hogy ott Galilea környékén van Jézus, és arra gondol, hogy ha már itt a környék városaiban tanítja az Isten igéjét a zsinagógákban, akkor haza is megy. És hazalátogat Jézus, és így olvastuk, hogy amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Jézusnak szokása volt az, hogy ment a templomba. Tegnap a fiatalokkal beszélgettünk, a tinikkel, arról, hogy az életünkben milyen szokások vannak. És hogy azok a szokások vajon az Istenhez visznek közelebb, vagy az Istentől eltávolítanak bennünket. És vannak-e olyan szokásaink, amelyekben az Istennel való kapcsolat válik szokássá? Hogy olvassuk a Bibliát, imádkozunk, de ez ne csak egy szokás legyen, ne csak egy olyan, hogy ki van pipálva, megcsináltam, hanem arról beszélgettünk tegnap, hogy szükség van arra, hogy a szokásainkban tudjuk azt, hogy mit miért csinálunk, hogy élet legyen abban. De Jézus bemegy szokása szerint a zsinagógában, tudja, hogy szombat van, tudja, hogy hol az ő helye, és elmegy igét hallgatni, illetve igét hirdetni. És mivel Jézus is ekkor már elérte azt az életkort, hogy hivatalosan felolvashatott a zsinagógában, ezért odaadják neki a tekercset, odaadják neki Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Itt szeretnék egy pillanatra megállni, hogy Jézus nem csak vaktában olvasta az Isten igéjét, ott föl, abban a zsinagógában, hanem megkeresett egy konkrét ige szakaszt, amit számukra át akart adni üzenetként. És ez volt a felolvasott szakasz. Az Úr lelke van él rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínozottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült a zsinagógában, és mindenki szeme rajta függött. Jézus felolvas egy ige szakaszt, de a szakasz egy részét már nem olvassa föl, mert úgy folytatódik tovább az Ézsaiás tekercsben, hogy és hirdessem az Istenünk bosszúállásának a napját. És Jézus még nem az Isten bosszúállásának a napját akarja hirdetni, hanem azt akarja meghirdetni, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hirdessem a megmenekülésnek az igéjét, hirdessem az evangéliumot, a jó hírt, hirdessem a foglyoknak a szabadulás lehetőségeit, és a vakoknak azt, hogy megnyílhat az ő szemük, és a megkínozottaknak hirdessem az Úr kedves esztendejét. És eddig a pontig nincs semmi probléma, megtörtént a zsinagógában az Isten tiszteletnek az a liturgiai eleme, hogy olvasnak a Szentírásból, és ezt mi hallgatjuk. Szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. És Jézus első mondata olyan erőteljes üzenet, ami fölkavarja az akkori hallgatóságot. Azt mondta, hogy ma beteljesedett ez a profétai üzenet a ti fületek hallatára. Károli fordítás megjegyzi azt, hogy hogyan teljesedhetne be ez az írás, hisz ezt tudták, hogy ez mesiási profécia, amit senki más nem tud betölteni,
csak majd a messiás. És mindjárt egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és kérdezgették. És mi az első kérdésük? Mikor Jézus azt mondja, hogy ma teljesedett be a fületek hallatára ez az üzenet. Nem, de ez a József fia. És itt szeretnék először megállni, hogy Jézust Názáretben, ahol legjobban ismerik, ahol Jézus úgy nőtt föl, hogy nem is ilyen rossz vagy csintevő gyerkőc volt, aki mindenkinek kárt okozott, betört az ablakát és egyéb, hanem úgy nőtt föl, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben növekedett, ismerik, mint a Józsefnek a fiát, ismerik más helyen, mint az Ácsnak a fiát, de azt mondja, hogy nem, de a József fia ez. És ez az első gondolat, hogy azért nem ismerik fel Jézusban a messiást, mert csak a szüleit, illetve annak származását nézik, és azt mondják, hogy hát ez a József fia. Mi ismerjük ezt a József fiát. És Jézus, mikor hallja tőlük ezeket a gondolatokat, hogy hát ez csak a József fia. Jézus biztos büszke volt arra, hogy József volt az ő nevelő apja, de itt názáreti gyülekezet, itt a názáreti zsinagógának a résztvevői magukat rabolják meg azzal, hogy csak Jézust, a József fiát látják, aki ott nőtt föl Názáretben, és nem ismerik föl, hogy ki jött valójában hozzájuk. Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyíts meg magadat, amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájába. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhség lett azon az egész vidéken, de egyiküket sem küldetett Illés, csak Szidonhoz tartozó Sereptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallják, hogy Jézus újra és újra olyan példákat hoz az ószövetségi történelemben, amikor nem zsidó emberek kaptak valami segítséget az Istentől, az egyik egy özvegyasszony, aki Illés idejében, amikor bezárult az ég, amikor nem volt eső a földön, akkor Isten oda küldi Illést ebbe a Sereptába lévő özvegyasszonyhoz. És a másik személy, az pedig egy hadvezér, aki azért jött, hogy Izraelt kifossza, tönkretegye, és mégis amikor leprás lesz, akkor Isten lehetőséget ad neki, hogy meggyógyuljon. Elizeus proféta idejében sok bélpoklos volt, sok leprás volt, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Jézus a küldetésében arról beszél, hogy az Isten kegyelmét akarja hirdetni, az Úr lelke van rajtam, és ezért kent fel engem az Isten, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakok szemüknek megnyílását, és szabadon bocsássam a megkínozottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És ebben az ige szakaszban
ott a názáreti zsinagógában érthetetlen az üzenet, és érthetetlen a példa, és érthetetlen a hasonlat, hogy miért pont a sereptai özvegyel példálózik Jézus, miért pont a szíriai Naámánnal példálózik Jézus. Most hogy jön ide ez a történet? Miért ezt mondja Jézus? És korábban azt mondta, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. És Jézus ezzel arról beszél, hogy tudom, názáretiek, itt vagyok köztetek, én, aki itt nőttem fel Názáretben, itt nőttem fel a ti városotokban, ismerem, hogy milyen názáretinek lenni, ismerem, hogy hogy élnek az itt élő emberek, de most hozzátok jöttem valami küldetéssel. És kérlek benneteket, hogy ne azt nézzétek, hogy a József fia vagyok, vagy ne azt nézzétek, hogy egy vagyok innen Názáretből, ahonnan olvastuk a korábbi hírek miatt, Fülöp, mikor találkozik Nátánellel, így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták így írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. És származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánnel, Fülöp pedig így válaszol, jöjj és lásd meg. A korábbi hírek miatt nem fogadják el Jézust, mert olyan helyről jött, aminek nem volt jó híre. Kicsi, jelentéktelen hely ez a Názáret. Származhat-e onnan bármiféle különleges dolog, bármiféle jó dolog? És a názáreti emberek nemhogy büszkék lettek volna arra, hogy igen, az a messiás, aki már itt Kapernaumban elkezdett gyógyítani, az a messiás, aki már itt a környéken, Judea környékén tett csodákat, végre megérkezett hozzánk is. És végre akar valamit tenni, és mondani a mi számunkra is. Nem? Ők az ige hirdetés hallatán azt olvassuk, amikor hallották a zsinagógában az ige hirdetést, akkor szívük nem megtelt örömmel, hanem mindenki megtelt haraggal, felkeltek, és kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyre a városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átment köztük, és eltávozott. Jézusban nem a messiást ismerik fel, hanem csak egy rendbontót, aki olyan dolgokat hirdet magáról, amit nem tudtak felfogni. Ki teljesíthetné be ezt az írást, ha nem a messiás? De ha Jézus azt mondja magáról, hogy az Úrnak a lelke van én rajtam, és az Isten maga kent fel, ami azt jelenti, hogy messiás a héberben, a görögben a Krisztus, a felkent, hogyha maga az Úrnak a lelke van én rajtam, és azért kent fel, hogy szegényeknek evangéliumot hirdessek, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak szemük megnyilását, és a megkínozottakat szabadon engedjem. Ha Jézus ezt hirdeti, hogy ma teljesedett be ez az ige a ti fületek hallatára, akkor mennyivel jobb lett volna a názáreti zsinagógában azt mondani, hogy de nagy csodája van az Istennek, hogy bennünket, kis jelentéktelen települést, Názáretet, maga a messiás látogat meg. És itt van a messiás. És ő magáról elmondja azt, hogy ő a messiás, nem is nekünk kell kérdezgetni, hogy te vagy a messiás, hanem bemutatkozik, hogy én vagyok a messiás, és hallják már azokat a jeleket is, amik történnek, és nem azt mondják, hogy Jézus, annyi probléma van itt ebben a városban, Názáretben. Légy szíves, látogasd meg,
aki a szomszédban lakott, ott, ahol te felnőttél, ott most nagy beteg van. Látogasd meg, ott van egy gyászoló, aki nagy fájdalmak között van. És azt mondtad, hogy te azért jöttél, hogy az összetört szívűt meggyógyítsad. Jézus, annyi összetört szívű ember van itt, ahol te felnőttél. És gyere is gyógyíts meg őket. És vannak itt vakok is, akik nem látnak, és fizikailag megvakultak. De vannak ott olyan vakok is, akik olvassuk az Isten igéjét, de nem értjük, hogy most miért pont Ézsaiásból, ezt a tekercsből, miért pont ezt a részt olvastad nekünk. Hisz ez csak a Mesiás tudja betölteni. Nem értjük, Jézus, hogy hogy lehetnél te a Mesiás. De nyisd meg a szemünket. Nyisd meg a szemünket, hogy meglássunk téged, mint a Mesiást. De ők nem kérdésekkel telnek meg, nem vágyakozással telnek meg, nem hittel telnek meg, hogy meglátom az Istennek a csodáját, hanem megtelnek haraggal, felkelnek, és kiűzik a városból. És amikor már életveszélyessé válik a helyzet, hogy Jézust le akarják lökni a szikláról, akkor csak átmegy közöttük. Ott már az isteni oltalom, védelem, ott már Jézust megvédi. Nem tudjuk, hogy angyalok vagy hogy védték meg, de lényeg az, hogy Jézusnak még nem jött el az ideje, és nem úgy szólt a mennyei profécia, hogy lelöknek téged a saját városodban, a hegy oldalban, és beleesel a szakadékban. Mert akkor nem lehetett volna a te és az én megváltom. Akkor egy saját szülőfalujában, vagy szülő környékén lévő mártírról beszélhetnénk, akit nem fogadtak be, akit nem ismernek fel. De János evangéliuma így kezdődik, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ennyire, hogy az övéi a saját népe, saját városa, ahol felnőtt, nem fogadták be őt. Sőt, Jézus szolgálata kezdetén azt olvassuk, hogy még volt olyan helyzet, amikor az édesanyja és testvérei sem értették, hogy mit csinál ez a Jézus, és haza akarták vinni, mert azt hitték, hogy megtébolyodott. Haza akarták vinni, mert úgy tűnt, hogy elment az esze Jézusnak. És itt olyan dolgokat híreztel, meg hirdet, meg tesz dolgokat, amivel még a család sem tudott közösséget vállalni. Megteltek haraggal, kiűzték a városból. Jézus reakciója a názáreti események után, Jézus tovább megy, nem azon keseredik, hogy miért nem ismeri fel Názáret lakossága, hogy ő a megígért Mesiás, nem a meg nem értett proféta szerepében van, hogy Istenem, ezt nem gondoltam volna, hogy még a saját városom, ahol felnövök, még ők sem ismernek fel, hanem folytatja a küldetését. És így olvassuk 31. verstől, Lukács 4.31. Jézus lemegy Kapernaumban, Galilea egyik városában, tanította őket szombaton, ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott, a mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némúj jel, menj ki belőle, erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindannyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek, és elterjedt a híre mindenütt a környéken. Ugyanaz a Jézus pár kilométerrel arrébb. És egy ördögi lélektől gyötört ember megszabadul. És nagyon érdekes, hogy még az ördögi lélek is hogyan szólítsa meg Jézust. A mi közünk hozzád, názáreti Jézus. És Jézus
Annak ellenére, hogy Názáret nem fogadta be őt, azt olvassuk a teljes evangéliumokban, és majd az abcsámból is hozok példát, ő magát nem szégyelte názáreti Jézusnak nevezni. Hogy ő a názáreti Jézus, hívták őt, ő a Dávid fia, ő a Messiás, és még a keresztre feszítésnél is ez Jézus a zsidók királya. Még ott is ott volt, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Annak ellenére, hogy a saját városa nem fogadja el Jézust, ő fölvállalja azt a nevet, hogy innen születtem, innen indultam. És azt olvassuk, hogy 38. versben a zsinagógából eltávozva elment Simon házába, Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor a fölé hajolt, ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt, ő pedig azonnal felkelt, és szolgált neki. Most egy családhoz tér be Jézus. A barátjának, a munkatársának az édesanyja beteg, és ő gyógyítja meg Simon anyósát, akit magas láz gyötört, de meggyógyítja Jézus. És a 41. verstől pedig ezt olvassuk. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő beteget, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Az ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltották. Te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre, de a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el előlük. Ő azonban ezt mondta nekik, a többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem, és hirdette az igét Judea zsinagógáiban is. Jézus meg tudta volna tenni Názáretben, hogy a bajba jutott embereket, a bajba jutott életeket helyre tegye. Meg tudta volna tenni Názáretben, hogy a Názáretben lévő vakoknak a szemét visszaadja. Meg tudta volna tenni Názáretben, hogy az ott élő emberek, akik különböző szenvedélyek és ördögi lelkektől gyötörtettek, szabadon bocsássanak, és meg tudta volna tenni, hogy a lesújtottakat ott is felemeli, de ott nem kértek belőle. És menünk egy másik várost, Gadarát, amelyikben meggyógyul a gadarai megszállott, megszabadul az, aki már a sírboltokban lakik, az, aki kövekkel vagdossa magát, ennyire súlyos a helyzet, már a láncokkal nem tudják őt féken tartani. És amikor látják, hogy milyen csoda történt, azért, mert a disznónyájba megy be a gonosz lelkek, és a disznónyáj meg beleszalad a hegyről a tengerbe, ők csak azt látják, hogy milyen nagy veszteséget okoz ez a Jézus. És megkérik Jézust, hogy hagyd el a környékünket. Hagyd el a környékünket, ne gyere ide, és ne hirdesd itt a tanaidat, nem mutasd meg itt számunkra azt, hogy micsoda hatalma van az Istennek. És amikor vele akar menni az ördögi lelkektől megszabadult ember, akkor azt mondja neki maga Jézus, hogy nem jöhetsz velem, de menj vissza a te rokonságodba, a te családodban, és ott beszéld el, hogy mit tett az Isten veled. Ez a Márk 5:15-20-ban volt, tehát ahol a Gadara környékén a város lakosai azt kérik, hogy Jézus, hagyd el a városunkat, ne gyere ide be. És Jézusnak a tanítványa, Péter, aki átéri ezeket a csodákat, az apostolok cselekedete 10. részében, amikor igét hirdet, akkor eszébe jut Jézus cselekedete, és így hirdeti meg. Apostolok cselekedete 10. rész, 38. verstől fogom olvasni az Isten igéjét.
pontosabban 37-től. Apostolok cselekedete 10:37, épp Cornélius házában vagyunk, amikor zajlik az igehirdetés. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától, egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názereti Jézust felkente az Isten, szent élekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett, a zsidók tartományában, Jeruzsálemben, őt azonban fára feszítve megöltétek. De az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak, és róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsátot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. A názereti Jézus az, aki szerte járt, jót tett, és meggyógyította azokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Ahol hitet talált, csak egy picit is, ott a hitet növelte. Ahol bajba jutottat talált, ott még a halotti menetet is megállította Jézus. És azt mondta, hogy ne sírj, ahol egy apa hozzájött Jézushoz, és azt mondta, hogy azt mondták neki, hogy hagyd a mestert, mert meghalt a lányod, ott azt mondta Jézus a názereti, hogy ne félj, csak higgy. És amikor már azt látták, hogy ott volt a benne a házban, és azt mondták, hogy tényleg meghalt, és ott voltak a sirató asszonyok is, akkor azt mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. És utána föltámasztotta a halottat. És ezt tette Lázárnál. Amikor éhezőkkel találkozott Jézus, akkor megvendégelte őket. De amikor veled találkozik Jézus, akkor te hogyan ismered föl őt? Hogy ez csak a Józsefnek a fia, akinek ismerjük a hátterét? Vagy ez csak az, aki Názaretből származik, ahonnan származhat-e valami jó? Vagy tudom-e azt mondani én, és te, és mindannyian, hogy Jézus, te vagy az Isten fia. És hogyha te vagy az Isten fia, akkor mindazt, amit az Isten fia adni tud az életemben, mindazt, amit az Isten fia adni tud az én családomban, mindazt, amit az Isten fia adni tud az én városomban, mindazt, amit az Isten fia nekünk tud adni, arra nekünk szükségünk van. Ha szükséged van bűneid bocsánatára, akkor Jézus, az Isten fia, bűnbocsánatoként bűnbocsánatot ad. Szóval hogy az Isten igéje, hogyha megvalljuk bűneinket, akkor az Isten hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket. Amikor ott volt egy gutaütött ember, akkor Jézus azt mondta, hogy megbocsátattak neked a te bűneit. És azt mondták, hogy ki bocsáthatná meg a bűnöket, ha nem az Isten. És azt mondta Jézus, hogy megtudjátok, hogy az Istennek van hatalma megbocsátani a bűnöket, kelj fel, és vedd a te ágyadat, és menj haza. Jézusnak van hatalma a bűneidet megbocsátani, van hatalma meggyógyítani a betegségeidet, van hatalma megszabadítani az elnyomónak az erejéből, és van hatalma neked és mindannyiunknak örök életet adni. De ahhoz másképp kell látnod Jézust. Ahhoz meg kell látnod Jézust annak, akiről a Szentírás beszél, és meg kell látnod Jézust annak, akiről a Szentlélek tesz bizonyságot, hogy ott belül a szívedben tud a Szentlélek kijelentést adni. Sok-sok év után is, sok-sok élmény után is, sok-sok film után is, amit megnézel, lehet a Jézus életéből, láttál történeteket, de engedd meg, hogy maga az Isten a Szentlélek által ott a szívedben tegyen egy kijelentést, és mondja azt,
amit Péter mondott, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Istennek a lelke jelenítse meg azt a Jézust előtted, aki názáreti, aki felkent, és akitről azt hallottuk, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Legyél olyan, aki felismeri, legyél olyan, aki beismeri, hogy szükségem van erre a Jézusra. És ne legyünk olyanok, mint a názáretiek, akik ismerték elvileg Jézust, de nem ismerték föl, hogy kicsoda ő. Amen. Ott elvesztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Mielőtt megszülettem, te már elhívtál, szerelmed, mint napfény árad rám. Mielőtt örökké tart, és sosem múlik el, fiaddá fogadtál. Az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jót terveztél, jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jót, igen jót, igen jót, igen jót terveztél. Jót, igen jót, igen jót terveztél. Jót, igen jót, igen jót, igen jót terveztél. Jót, igen jót. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárány, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Igen jót, igen jót, igen jót terveztél. Jót, igen jót, igen jót terveztél. Játsszuk abba, szerelmes tyám abba, szerelmes tyám abba.